Matolcsy György 400 milliárd forintos megszorító csomagját bírálta az ellenzék a parlamentben. Az MSZP elnöke szerint a bevételek nem érik majd el az elvárt szinteket, ezért a kormány újabb megszorításokra készül. A Jobbik frakció vezetője a parlamentben arról beszélt, hogy Matolcsy György még reptében a legyet is megszorítja. Az LMP frakció vezetője pedig azt mondta, a kormánya már többször megbukott, elhibázott gazdaságpolitikáját folytatja. A Nemzetgazdasági Államtitkár szerint a kormány gazdaságpolitikája jó és folytatja az elkezdett munkát. A kormány hibáinak az árát most jelentős mértékben a tanárok, a szegények és a közérdolgozók fizetik meg. Az LMP frakció vezetője napirend előtt arról beszélt, hogy a kormány érdemi tervezés helyett csak csomagok összeállításával van elfoglalva. Ráadásul a most bejelentett intézkedések rámutatnak a kormány alapjaiban elhibázott gazdaságpolitikájára is. Semmit nem tanultak. Hogy ugyanazt az elhibázott matolcsizmust folytatják, ami a magyar gazdaságot recesszióba, a társadalmat lecsúszásba és reménytelenségbe taszította. Az MSZP szerint is zsákutca a kormány megszorító csomagja. Egészen biztosan nem fog annyi bevételt hozni, mint amit írtak, és éppen ezért újabb és újabb megszorításokra lesz szükség a következő 6 hónapban, fél évben. És a harmadik, hogy a válságot nem enyhíti, hanem mélyíti ez a mostani intézkedés sor, és úgy látjuk, hogy egy lefelé tartó spirálba rántja az országot. Hiába mindenféle kommunikációs trükk, kommunikációs igyekezet, ide most már 100 Habony Árpád is kevés. A Jobbik frakció vezetője szerint a Matolcsy-féle kiigazításokkal a kormány nem csak az ellenzékkel, hanem saját magával is ellentmondásba került. Vona Gábor azt mondta, itt az ideje beismerni, hogy a kormány gazdaságpolitikája megbukott. Matolcsy György személyéről, munkásságról most már lassan idézőjelben pozitívunként csak annyit lehet elmondani, hogy képes mindent megszorítani, mi mozog. Lassan egy ilyen gazdaságpolitikai Chuck Norrisszá válik, aki reptében a legyet is megszorítja. Válaszában Cséfalvai Zoltán nemzetgazdasági államtitkár továbbra is kiállt a magasabb jövedelműeknek kedvező egykulcsos adó és a félszuperbruttó kivezetése mellett. A szocialista párt semmit nem tett, semmifajta intézkedést nem tett azért, hogy az államháztartási hiány stabilitása biztosítva legyen. Semmilyen fajta egyensúlyteremtő lépés nem tett. Mit tett helyette? Eladósította az országot. Az ellenzék szerint a kormány igyekezete ellenére képtelen kezelni azt a 4-500 milliárd forintos lyukat, amely a jövő évi költségvetésben tátong.